Miért szeretek mindig Dunaföldvárra menni? Ez most ilyen kis vlog videó lesz. Dunaföldvár nagyon szép kis csendes kisváros. Szó szerint, ha sétálunk az utcán, mindenki köszön mindenkinek. Ilyet azért nagyon ma már nem tapasztalni sehol sem. Másrészt a Dunaparton is végig lehet sétálni, ha természetesen alacsony a Duna vízszintje. Másrésztről még találunk forrásvizet is egyébként. Arról csináltam egyébként videót is, amit itt a videó alatti linken meg is nézhettek. De nem csak nyáron szép egyébként Dunaföldvár, hanem minden évszakban. Minden évszakban megvan a saját maga szépsége, vannak programok. És egyébként tényleg nagyon hangulatos a parton is sétálni, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Egyébként van pont a Dunához közel egy strand is, az is nagyon kultúrát és nagyon barátságos belépőkkel, illetve belépőjegy árakkal várja a vendégeket. Mi szoktunk is lejárni oda, ezt tényleg ajánlom nektek is, hogy nézzétek meg. Akkor még ott van a Kálvária is, az is nagyon szép, tehát ott föl lehet menni a hegyre egyébként kocsival, és ott a Kálváriánál egész Földvárt belátjuk egyébként, meg még a Dunát is, Soltot is, még Dunaújváros is látszik. Nagyon szép, de főleg este nagyon hangulatos is, úgyhogy tényleg van program, Dunaföldvár tényleg egy nagyon szép és jó hely, úgyhogy én ezért szeretek lemenni sűrűen. Iratkozz fel, nyomd meg a csengőt, és nyomj egy lájkot. Dr. Express, a legszélesebb választékon rendelkező csatorna.